Hát kicsikét bombarobbanás helyzet van itt a kókai jattos lakban. Pácoltunk már nyúlhúst, csirkemelleket, mindent. Elérkezett hozzánk vendégségbe kedves Csörgő Csabi barátunk, aki majdnem indián, de viszont egy picit sem úgy adja elő magát, ahogy szokta, hogy most nagy nehezen leültünk már vacsorázni, hogy ez nem vegetáriánus, de viszont az előbb azt is elmondta, hogy ha itt lennél, akkor kapnál kovászos uborkát. Csabi, hogy érzed magad itt most itt a kókai fislegőn? Nem egyszerű, de kibírjuk valahogy. Szenvedünk egy kicsit, de nagyon finom minden. Akkor csak megoldottuk azt, amit meg akartunk oldani, és hogyha jó Isten is úgy akarja, akkor a No Camp stadionba is el fogunk menni, hogyha egy év múlva, hogyha nagyon nehéz dolog ám erről lemondani a cigarettáról, mert ez egy ilyen káros szenvedély, de nem lehetetlen. Én kívánom azt, hogy ha nem is megyünk a No Camp stadionba, hanem kimegyünk mondjuk Ócsára a gyerekekkel madarat fogni, akkor eszünk egy jó ételt, meg iszunk egy jó italt. Ha már ez meg lesz, és nem cigarettázik kedves barátunk, akkor azon túl megyünk a No Camp-ba. Legyen így. Egész. Jó étvágyat.